Mándokon a lakossági fórum előtt tartott sajtótájékoztatón az európai parlamenti képviselő azt is kiemelte, az Európai Unió tagállamainak többsége az Európai Unió meghatározó intézményeiben tevékenykedő politikusok jelentős része láthatóan azért tesz, hogy a soros terv megvalósuljon. Deutsch Tamás elmondta, európai parlamenti képviselőként számos olyan európai bizottsági, az Európai Parlament által támogatott előterjesztéssel találkozott, amelyek még a soros tervben is túlmutatnak a bevándorlás kérdésében. A fideszes politikus szólt arról is, hogy a soros terv értelmében politikai szankciókkal és az uniós támogatások megvonásával büntetnék a migránsbarát politikát elutasító Európai Uniós tagállamokat. Magyarországnak szuverén döntése, a magyar polgároknak szuverén döntése azt meghatározni, hogy kikkel kívánnak együtt élni. Nincs semmilyen jogi, morális és politikai alapja, hogy bármilyen Európai Uniós intézmény arról döntsön, hogy kikkel kell a magyar polgároknak együtt élnie, hogy olyan kötelező döntések meghozhatóak lennének, amelyekkel a magyar polgárokra, a magyar közösségekre, Magyarországra erőltethető, hogy bevándorlókat, illegális bevándorlókat Magyarországra kelljen és lehessen telepíteni. A kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos népszavazás is azt a célt szolgálta, hogy a magyar polgárok a közeljövőnket alapvetően, a biztonságunkat alapvetően fenyegető kérdésben elmondhassák a véleményüket. Ez nagyon kevés uniós országban adatik meg az ott élő polgároknak. Nem ért egyet a kormány a nyílt társadalom gondolatával migrációs kérdésekben. Erről Szakolyban beszélt Bitay Márton államtitkár. Óriási nyomás lenne Európán is, ha évente 1 millió migráns érkezne a kontinensre, mondta. A nemzeti konzultációs fórumokon elsősorban a soros tervvel szeretnék megismertetni a hallgatóságot, hangsúlyozta. Szeretnénk világossá tenni a magyar társadalom számára, hogy itt miről beszélünk, nem egy álhírről beszélünk, nem egy kacsáról beszélünk, nem arról beszélünk, hogy valaki szeretne minden állam egy politikai terméket futtatni, hanem arról beszélünk, hogy vannak tények, amelyeket érdemes megismerni, és tudni azt, hogy kinek mik a tervei ezzel kapcsolatosan. Egy konzultáció arra jó, hogy pontosan lássuk, kik azok, akik támogatják ezt a kormányzati politikát, kik azok, akik hajlandóak ebben részt venni, kik azok, akik nem csak hogy támogatják és hajlandóak részt venni, hanem a nevüket, aláírásukat adják ehhez a konzultációhoz. A fórumon szóltak arról is, 59 milliárd forintot átcsoportosított a kormány a határok védelmére. 2015 óta ugyanis a bevándorlókkal együtt terroristák is érkeztek Európába, illetve megnőtt a terrorcselekmények száma is, hangzott el.